Csak nem teljesen kiégett ez a 70 négyzetméteres ház Dunaföldváron. Az ingatlan saját tulajdonosa gyújtotta fel. Az akkor 53 éves férfi benzinnel részegen lelocsolta a konyhát, majd gyufát dobott rá. Csak hogy rajta kívül még ketten voltak az épületben, mindannyian rokonok, egyikőjük benn égett. Az ügyben most született ítélet. A szekszárdi törvényszék ítéletet hirdetett egy ügyben, amelyben a vádlottat halált okozó közveszély okozásának büntettében mondta ki bűnösnek, ezért 6 év, 6 hónap végrehajtandó fegyházbüntetésre ítélte, és 7 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától is. A bíróság számításba vette azt, hogy a gyújtogató erősen ittas volt. Súlyosító körülményként értékelte a vádlott önhibából eredő ittas állapotát, továbbá alkoholizáló életmódját, azonban enyhítő körülmény volt a beismerő vallomása, a megbánó magatartása, az, hogy közeli hozzátartozóját veszítette el a bűncselekmény során, valamint azt is enyhítő körülményként értékelte a bíróság, hogy egyebekben a vádlott magatartása miatt ugyan, de a teljes vagyona megsemmisült, hiszen a háza is leégett. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a vádlott fellebbezett.